A hódmezővásárhelyi pofon, vagyis az időközi választás eredménye, ahol a Fidesz jelöltje alul maradt Márki-Zay Péterrel szemben, jókor jött és felfogtuk egy pillanat alatt, hogy mi a tét. Az ellenzéki összefogás matematikailag országosan is működhetett volna április 8-án, azonban az emberek nem a gyűlöletre és az Orbánt leváltani skandálókra szavaztak, hanem a józan eszükre hallgattak, fogalmazott az újságíró, hozzátéve a bevándorlás kérdése is döntő volt. Az teljesen nyilvánvaló volt, nem is rejtették vége alá az ellenzéki különböző politikai szereplők, hogy ki langyosabban, ki kevésbé langyosan, de beresztenék a migránsokat. Ma már pontosan tudjuk, hogy ez itt szintén helyesen döntött az ország népe, hogy a kétharmadot is megadta Fidesz-KDNP-nek, mert ma ez most már Amerikát is szorongatja, ez a katasztrófa. Ez egy általános, retteretes tendencia, ami ellen mi azért tudunk védekezni, mert a lakosság megadta a maximális felhatalmazást. Az egyértelmű kudarc után az ellenzéki összefogás újra szerveződni látszik, mondta Bencsik, hiszen néhány hete Márki-Zay Péter, aki kiábrándult fideszesnek és függetlennek vallotta magát, most főként balliberálisokból alakította meg a Mindenki Magyarországa mozgalmát. A tagok között ott van Bot Péter Ákos, aki az Antal kormány minisztere volt, de később hátat fordított a kereszténydemokrata elveknek, vagy Mellár Tamás, aki korábbi önmagával szintén szembefordult, a jobboldali értékeket maga mögött hagyva. Hadházi Ákos meg hát nem is tudom, hát őt, hogyha szélerőműnek használnák, ő úgy pörgeti a köpönyegét, hogy áramot tudna fejleszteni. Tehát a renegát összeszedte a hozzá hasonló renegátokat. Úgyhogy itt nincs probléma. Ha valakit érdekel, hogy ez a társaság mit hoz Magyarországnak, akkor egyetlen egy szóval lehet mondani, árulást. Ez mindent elfogadni, mert ezeknek már nincsenek elveik, az sem biztos, hogy holnap azt fogják vallani, amit éppen most mondanak. Renegált a renegáttal, áruló az árulóval állt össze. Márki-Zay végig haknizza az országot, nem a városával törődik, hanem mondom, ilyen szörnyűséges, lepukkat, renegátokat szed össze, amikkel egy ilyen virtuális mozgalmat indít el, amelynek az a célja, hogy mindegy, csak az Orbánt buktassuk meg. Vagyis zászlajukra egy szót írtak fel, hogy gyűlölet. Céljuk az árulás, eszközük a gyűlölet. A Bencsik Andrással készült beszélgetést teljes terjedelmében Fogadóra című műsorunkban nézhetik meg híradónk után 18:15-től.